Idén is folytatja az új otthon elnevezésű programot a kormány. Erről a mai ülésen döntött a Csuka kabinet, amely jelentős összeget különített el erre a célra. Az idei új otthon programra a pénzügyminisztérium 1,5 milliárd lejes támogatási keretet különített el az ingatlan hitelek garantálására. Ezt a pénzügyi keretet a bankok és a hitelfelvevők 2022-ben megfigyelt magatartása, illetve a 2023-ra megjósolt lakáspiaci és jelzálók hitelezési trendek alapján szabták meg. A jogszabálytervezet indoklásában szerepelt, hogy a jelzálók hitelből finanszírozott ingatlan ügyletek szempontjából a 2022-es év atipikus volt. Bizonytalanság jellemezte, amely egyrészt az ukrajnai háború okozta válság, másrészt az infláció és a hitelek költségszerkezetét alkotó változó indexek gyors növekedésének a számlájára írható, ami jelentősen csökkentette a keresletet. A jelenlegi kontextusban, tekintve, hogy nagyon magasak a kamatok, és az ingatlan piacon is olyan árak észlelhetők, amelyek szerintem túl magasak, szükségessé vált, hogy a kormány folytassa ezt a programot. A program keretében a finanszírozás lejben történik egyetlen lakás megvásárlására. A maximálisan igénybe vehető hitel 66.500 eurónak megfelelő lej 5%-os előleggel, olyan lakások esetében, amelyek ára legfeljebb 70.000 euró, illetve 119.000 eurónak megfelelő lej 15%-os előleggel azoknak a lakásoknak az esetében, amelyek ára legfeljebb 140.000 euró.